képeket, teljesen kezd megváltozni maga a városkép. Ugye az óváros területe az a legismertebb szimbólumok közé tartozik, ez a szűztorony, vagy leánytoronyként is a Sírvanak szeráj, illetve múzeum. De például az a múzeum, amit ma szőnyegi és szépművészeti múzeumként látogathatnak, az akkoriban még Lenin múzeum volt. És... Aha. Köszönöm. Mindig maximum 2 hónapra tudja a rádió, hogy van frekvencia engedélye. Ez lehetetlen gazdasági helyzetet állít elő. Ilyen módon a reklámpiacon nem lehet fellépni, bizonytalanok a hirdetők, közben azért azt tapasztaljuk, hogy miután a Klubrádió egy kritikus, amúgy tetszik ellenzéki médium, semmilyen állami megrendelést nem kap. Egy kivéreztetés, kiéheztetés áldozata is a Klubrádió, meg hát a több százezres közönsége is. Jogi értelemben egyszerűen nem megoldható, hogy ne legyen Klubrádió. Akkor meg csak politikai okai lehetnek. Bármire képes a média hatóság, illetve a jelenlegi médiapolitikai döntéshozó annak érdekében, hogy a Klubrádió ne juthasson frekvenciához, és ha mégis, akkor azt a lehető legrosszabb feltételek mellett sikerüljön megtennie. Mivel pedig a felperes ajánlata hiányos volt, ezért őt hiánypótlásra kellett felhívni. A felhívás 2372 pontja vonatkozásában észlelte, nem emelkedtek anyagi jogerőre. Az alaki jogerő viszont... Köszönöm szépen!